papok tudtak. Az arraikus művészetben az egyiptomi totok, vagy a brahmanok Indiában, vagy a Görögországban a basileuszok, tehát a papirend tagjai, és pontosan tudták, hogy hogy kell egy templomot fölépíteni, hogyan kell tájolni, a négy elem találkozási pontján, hogyan simul bele az örök tudás az efemer, a lényegtelen tudásba, tehát a téridő világába. És amikor a festő odaért, és ezt a pappal megbeszélte, pontosan tudta, hogy mit kell tennie, hogy kell ezt a hatást, ugye a tündöklő rendet hogy kell kitenni a freskókba, vagy az arányokba, az aranymetszésbe, a számok és a mennyiségek és az értékek rendjében megvalósítani. Európa nem így van. A mi művészetünk az valójában a szellemi kaszt hiányában született. Kezdetben csíraképpen az ősegyházban a gnózis benne volt. A gnózis különféle szektákba ment át, gnoszticizmus lett, különféle alakzataiban, ami ellen az egyházatják persze nagyon keményen harcoltak. Ki is írtották. És amikor a katakombákból a kereszténység a felszínre vergődött, akkor valójában államvallás lett a kereszténység, de már nem a szellemi ember jegyében. Mindaz, amit Jézus úgy fogalmaz, hogy az én világom vagy birodalmam nem e világból való, az megszűnt. Igenis e világból keletkezett az egyház épületekkel, hadsereggel, szervezettel. Lehet mondani, hogy a középkorig valójában ugyanígy alkalmazkodott volna a művészet a egyház útmutatásához, de nem a szellemi ember, hanem a tevékeny embernek a hatására, akinek már csak vallása volt, egységélménye nem. Tehát egy dualitásban élt, az odaát és az innen, az isteni világ, az emberi világ. Na most ennek ellenére a középkorban még ez az összhang valahogy élt, de alapvetően azt mondhatnánk, hogy miután az egyházon belül a szellemi tartalmak hordozója eltűnt, a szellemi kaszt, tehát különös rejtezkedő csatornákon jött elő a tudás. Hol? Például a misztikában. De a misztikát az egyház a perifériáján tűrte. Így történt meg az, hogy metafizikai tartalmakat kezdett a művészek hordozni, és így történt meg, hogy a zenében tört át, a festészetben tört át, a regényben főként. És ezért egy külön szakrális szerep került a művészre. A művész önmagában eleve ugye a szabadság jegyében áll. A szellem és a szabadság egy. Mi a szabadság a művésznél? Az, hogy el tud mozdulni a valós tér és a valós idő kényszeréből. Egy szabad, kreatív teret hoz létre, amiben más világot és dimenziót álmodik, mint amiben mi bele vagyunk zárva. Hamvas Béla úgy fogalmaz, hogy megemeli a természetet. Nietzsche azt mondja, hogy maga fölé teremt. Egy olyan világot hoz létre, ami sehol addig nem volt. Hogyha az ember meggondolja, három olyan területe van a létezésnek, ami meghatározó számunkra. A szépség, a jóság és az igazság köré épült három nagy gondolati rendszer. A szépségben az esztétika, az igazságban a logika és a jóságban az etika. Etikus, azt mondjuk, mert a jót beteljesíti, mert erényes. Igaz, mert nincs benne ellentmondás. A valóság és a tudatban lévő gondolat megfelel egymásnak, akkor igaz. És szép, mert a harmóniát és a világrendet meg tudja mutatni, az eredeti rendre rá tud mutatni. Ez a három, ez a szellemi magatartásnak a három artikulációja, önmagában átjárhatók. Tehát a szép igaz, és az igaz szép. Most ezért történt meg az, hogy a szépség, mikor nem szolgálta többé a rendet és a szellemi magatartást, akkor az igazság hangsúlya felé tolódott el. Tehát olyan tartalmakat vett magában, ami a logikáé, nem a művészeté. Az igazságkereső művészet valójában elhagyta az esztétika területét, és mikor igazságkereső lett, akkor megjelent a művészi csúnya, a rút. Nem szempont, hogy esztétikus valami vagy nem, hanem igaz legyen. Hű legyen az igazsághoz, és azt mondja ki. Tehát megjelent az igazságkereső festészet, az igazságkereső zene, megjelent a kakofónia, a diszonancia, megjelentek a negatív arcai a létezésnek. És persze más is megjelent. Az európai művészetben a reneszánsz után megjelent az egyéniség, az individuum. Az, aki
maga felel a műveiért, és egyedül és személyesen helytáll érte. A problémánk a költészettel, zenével ma az, hogy nem tudjuk követni azt a labirintus útvesztőt, amiben az alany, az egyén belement a saját világával. Egyre nehezebb követni, egyre periferizáltabb a tudása, és nem tudjuk ugyanazt gondolatilag föltölteni, amit ő föltöltött gondolataiban. Beszivárgott az extravagancia, a különleges, az extremitás. A művész démonokat fest, az aranymetszés arányai eltolódtak, megjelent a bizarr az építészetben, a korszellemnek ez a különös centrumtalansága. Az ihlet mindig kivételes pillanata az életnek. A művésznek hosszú, terméketlen időszakai után robban az ihlet állapota. Akkor minden föllobban és izzik, és alkotja a szimfóniáit, és készíti a szobrait, és aztán a mélypontra visszazuhan. Különösen erős ez a költőknél. Ugye Ady Endre úgy fogalmaz, hogy föl-föl dobott kő. Azt jelenti, hogy a mennyországba kerülök, és aztán visszazuhanok a földre. Hogy is van ez? Amikor a művész ezt átéli, akkor tulajdonképpen többet él át, mint a mérték. Tehát valami olyan extatikus túlfeszítettség keletkezik, aminek szükségképpen a másik oldalát is át kell élni, a zuhanás állapotát. A szellemi embernek nem ez az útja, hanem neki egy tartás. Mert ő nem lép a centrumtól az extatikus túlzásokba. Nem az ihlet és a tehetség csúcspontján, és nem a terméketlenség mélypontján, hanem a középben tartózkodni, egy állandóságban. Azt jelenti, hogy életrendben, szokásban, alkotásban, gondolkodásban mértéket találni, és abban tartózkodni. És később kiderült, hogy a művész erre alkalmatlan. Ha a szellemi attitűd nem járul hozzá, akkor ez az ihletben való föl-földobott állapotot éli meg. Belekerül a örvénylésbe, megragad valamit, aztán visszazuhan. Nincs a helyén a művész. A művész különös vákumban él a mai világban. Szellemi is, de kétkezi munkás is, követ is farag, de eszményi tartalmakat is gondol és forgat a fejében. De individuum is, de akarja az egyetemest is kifejezni. És a kettőnek egy olyan konfliktusa van, amely lehet mondani teljesen apokaliptikus helyzetet hoz. Van libido művészet, és van megváltó szakrális művészet. A libido művészet az mindig tulajdonképpen a szórakoztató ipar terméke. Azt hiszi, hogy a művészet az műélvezet, merő esztétikum, merő cukorka, amit el lehet szopogatni, merő gyönyörködtetés, egy kicsit elbódít bennünket, esetleg meghökkent, de soha azt a tremendumot, tehát azt a megrendülést és abból születő katartikus, tehát felszabadító állapotot nem hozza létre, amit az igazi művészet létrehoz. A Hamvas Béla úgy fogalmaz, hogy az igazi művészet a halálkészültség magasabb foka. Egyébként a nagymű esetében mindig azt mondhatnánk, hogy az örökké valóba visz át a fosztó életből. Tehát mindegy, az időtlenbe belép általa az ember. És ezért lehet azt mondani, hogy a reveláció egy formája. A hiteles művészet mindig revelatív művészet, ami azt jelenti, hogy a szent könyvekkel egyenértékű felébresztő erőt tud sugározni. Ez a nagy örökké valóság. A korszellemmel, a pillanattal hű, de az örökkel is hű. Ezt nem kell akarni, és nem kell törekedni rá, hanem ezt az ember a hiteles életével és az alázatával éri el. A művészet szerepéről, megvalósulási lehetőségéről, eszmetörténeti útvonaláról meg lehet kissé borongósra sikeredett az eddigi összkép. Nos, műsorunk záró gondolatmenetében hagyjuk a gondot, bajt, s térjünk vissza a művészet idealista szemléléséhez, az aranykor megidézéséhez, ahol a művész nem külső erőkkel harcol, legfeljebb saját művével birkózik, aminél tökéletesebb manifestációért. Lehet nehéz hinni abban, hogy ez újra elérhető, de ahogy a mondás tartja, csak lehetetlen dolgokkal érdemes foglalkozni.
Utoljára egy ízig-vérig művészemberhez, Vásári Tamás zongora művészkarmesterhez fordultam egy Hamvas Béla idézettel. Ha az istenek zenét akarnak hallani, méltót, hozzájuk illőt, Beethovent kell hallgatniuk. Igen, én értem, hogy mire gondol Hamvas Béla, mert valóban Beethovennél érzi azt az ember, hogy olyan dolgok születtek, amit nem lehet megcsinálni. Egyszerűen az jön valahonnan. Ezek a témák például, az a Beethoveni témák. Ez egy nagyon kedves eset volt a Párizsban. Berlioz tanult egy Le Sœur nevű zeneszerzés tanárnál, és Párizsban volt egy Beethoven ciklus, és Le Sœur nagyon konzervatív volt, és nem szerette Beethovent, vadnak, modernnek tartotta, és eszeágában nem volt elmenni meghallgatni ebből a sorozatból. Viszont Berlioz imádta Beethovent, és nagyon bántott ezt, hogy az ő tanára ennyire ellenszegül, és ennyire nem szereti az ő istenét, Beethovent, és rábeszélte, hogy legalább egy koncertre menjen el. Hát elment tényleg a koncertre, pont a Beethoven 5. szimfóniát játszották, és akkor másnap azt mondja Berlioznak, hogy azért gondolkoztam a dolgon, és azért ilyen művet nem szabadna írni. Tanár úr, nyugodt lehet, ilyen művet soha senkire fog írni. Na most újat létrehozni, ez a legegyszerűbb dolog a világon. Tudnélik, az ember nem tud nem újat csinálni. Tehát mi, úgy ahogy vagyunk, mi állandóan mágiát csinálunk, állandóan alkotunk, azáltal, hogy vagyunk, azáltal, hogy kisugázunk, azáltal, hogy érzünk, hogy gondolkodunk, és ezért van az, hogy én nem szeretek különbséget tenni előadó művészet és alkotó művészet közt, mert akármelyik tényleg nagy művész, aki olyan élményt tud magának adni, hogy egy életen keresztül emlékszik rá, az alkotóbb volt, mint esetleg egy olyan zeneszerző, akinek a művét hallja, és semmit nem hat magára. Mert ez a lényeg, hogy mennyiben hat valami rám, és mennyiben nem. Tehát nekem hagynom kell magam, hogy inspiráljon az az illető, vagy az a másik műalkotás, és akkor ezt az inspirációt megszólaltatom én egy másik művészeti ágban, de úgy, ahogy Márai mondja, hogy amikor azt akarom éreztetni, hogy a fű zöld, akkor semmiképpen se azt fogom írni, hogy a fű zöld. Tehát valahogy egy műfordítás szükséges, vagyis az, hogy egy ihletettség szülessen meg, úgy, ahogy megszületett abban, aki megteremtette azt a művet, költői formában. Menjen el az operába, amikor kijön a Domingo, ott valami történik. És mi ez? De most itt jön ez a mágia, itt jön a csoda. És ahogy idéznem kell Szepes Máriát, hogy csak az a reális ember, aki hisz a csodákba. Hát pontosan ezek a csodák állandóan előfordulnak azzal a kisugárzással, amit ő ott gyakorol. Tehát valahol itt arról van szó, arról a láthatatlan hatásról, amit mi gyakorolunk, illetve ami a mi kis énünken keresztül jön. Most ezzel kapcsolatban, hogy mi a különbség az alkotás és az előadás közt, elmondanám ezt a történetet, amikor egy zen buddhista mester volt, aki haldoklott és nagy tiszteletnek örvendett, és körülvették a hívei, ugye a tanítványai, és egyszer csak az öreg elkezd kuncogni halálos ágyán. Nem értik a hívek, és kérdik, hogy hát mester, hát miért nevetgél? Azon nevetgélek, hogy én milyen bolond voltam. Mester, hát hogy mondhat ilyet, hogy maga bolond? Igen, hát miért? Hát azt mondja, én hozzám jöttek az emberek, és vizet akartak inni, és én adtam nekik csészékbe vizet.